Hideg aszfalttal tüntetik el a téli úthibákat Nyíregyházán az Orosi úton. Az elmúlt hetekben 300 tonna speciális kötőanyagú, úgynevezett hideg aszfaltot dolgoztak be a megye útjain a Magyar Közút munkatársai. Az előbb látott hidegkátyúzási munkálatoknak az egyik nagy előnye, hogy pár órán belül vagy akár azonnal is ráengedhető az autós forgalom, hátránya viszont, hogy nem túl tartós eljárás. Amint az aszfaltkeverő üzemek újraindulnak, a Magyar Közút munkatársai a sokkal tartósabb meleg aszfaltozásra állnak át. A kátyúzás mellett nagyon komoly útfelújításokra készül idén a megyei igazgatóság. A területi és településfejlesztési operatív program keretén belül újulhat meg a Nyíltura-Nyíradony összekötő út közel 10 kilométeres hosszon, Vásárosnamény és Mátészalka belterületi szakasza, valamint a 41-es számú főúton napkorona és leveleken két körforgalom építése valósulhat meg. Ennek a programnak köszönhetően tervezzük további 6 útszakasz felújítását, mely érinti Komlót, Tótfalú, Fehérgyarmat, Bökönny, Jánkmajt is, Szabosveres, Mart és Tiszadob településeket is. A Magyar Falu Program megyei pályázatairól beszélt február elején Gyopáros Alpár államtitkár Bereg Darócon. A programnak van útfelújítási része is. Idén 49 útszakaszon csak nem 100 kilométer utat korszerűsítenek 11,2 milliárd forintból. Közülük 15 szakaszon már márciusban elindulhat a munka, míg a többi előkészítés alatt áll. Nagyobb beruházás várható Nyíregyházán is. A kiemelt társadalmi igények projekt keretén belül történik meg Nyíregyháza belterületén a 36-os számú polgár Nyíregyháza másodrendű főúton lévő Nyíregyháza Záhony vasútvonal feletti híd felújítása, melynek a közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban van. Ezen túl több mint 30 000 tonna aszfaltot fognak bedolgozni az úthibák eltüntetésére a megyében.